A 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi, valamint a szakközépiskolai képzések iránt érdeklődőket várták a Nagyotádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolába a pedagógusok. Az intézményben már hagyománya van a nyílt napoknak, melyeken a következő tanévről hallhatnak bővebb tájékoztatást a jelenlévők. Elképzelésünk az volt, hogy a szülőkkel együtt tudjanak nyugodtan eljönni a diákok, meg tudják tekinteni az épületet, tudják, hogy milyen körülmények közé kerülnek. Természetesen az elején egy tájékoztatóval kezdtük, amikor részletesen beszámoltunk arról, hogy az adott képzésen milyen követelmények vannak, illetve mik a bekerülésnek a követelményei. Horváth Attila elmondta, a nyílt napon a hatosztályos gimnáziumi képzés iránt közel ugyanannyian érdeklődtek, mint tavaly. Ezen a szakon több óraszámban tanulják a gyerekek az alapvető tantárgyakat, például ki kell, hogy emeljem a természettudományos tárgyaknál fél órával nagyobb óraszámba, azon kívül matematika és informatika is emeltebb óraszámba van. Talán annyi a különbség, ami jelentősen különbözik a többi általános iskolától, hogy viszonylag homogénebb az osztály, tehát jó és még jobb képességű gyerekek vannak. A 4 évfolyamos képzésekről szintén az igazgatóhelyettes tartott tájékoztatót. Horváth Attila megjegyezte, a korábbi évektől eltérően ezúttal nem az informatikai és a gépészképzés iránt volt a nagyobb érdeklődés, hanem a gimnáziumi osztályokról kérdeztek többet a jelenlévők. Itt alapvető kérdés mindig az volt, hogy milyen tanulmányi eredménye lehet bejutni, mennyire nehéz bejutni. Hát előre nem tudunk jósolni, de egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy aki az 5 évfolyamos nyelvi előkészítő gimnáziumunkba jelentkezik, azok főiskolára és egyetemre akarnak később menni. Tehát itt kifejezetten erre való felkészítés folyik, ennek megfelelően emeltebb nyelvi képzés, illetve nyelvi óraszámok, illetve informatika óráknak a száma. A jelentkezési lapokat február elején kell majd leadniuk a fiataloknak, így aki lemaradt volna a mostani programról, de szívesen betekintene az iskola életébe, január 7-én még megteheti, hiszen akkor ismét lesz nyílt nap a Nagyotádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában.